A Tolnai Dunaparthoz közel, a Malom utca 51-es szám alatt állt egy kicsi romos lakóház, amelynek bontását idén augusztus elején kezdte meg a tulajdonos. A munkálatok közben a padlózat alól egy széles, kőből készült fal maradványa bukkant elő. Egy nagyon masszív, nyugat-kelet irányú fal került elő, amelyet elkezdtünk vizsgálni. Korábbi években a szomszédtelken már találtunk egy olyan építményre utaló nyomot, amely feltette, hogy esetleg 17-18. Századi épület van itt a környéken, és ez most bebizonyosodott, hogy egy olyan épület került elő, nem csak ezen a két telken, hanem két további telken is, egy ilyen 15-16 méter hosszú, legalább 8 méter széles építmény, amelynek a funkciója a fürdő volt, méghozzá Tolnának a törökkori fürdőjét sikerült itt megtalálni. A feltárt területen feltehetően a hagyományosan legalább három helyiség ből álló török fürdő forró medencés része üzemelt egykoron. Erről írott források beszélnek, 1570 körül építették fel, és a maga a fürdő az a török időszak végén, tehát 1686 környékén befejeződött, tehát 100 éven keresztül működött ez fürdőként, azonban az épület az még az 1820-as térképeken még szerepel, itt a Malom utcának ez a Dunai felőli végén. A szenzációs lelet egy 250 éven keresztül fennálló épület. Ez jelen pillanatban Tolna város legrégibb állófallal rendelkező épület. Itt a hátam mögött látható egy közel 4 méter hosszú, 3 méter magas falszakasz, ami az épület forró medencés fürdőjének egy részlete, rajta egy ajtónyílással, illetve pillérindítással, úgyhogy ebből a szempontból, helytörténeti szempontból is ez kiemelkedően fontos. Azonban a török fürdők sincsenek nagy számban a hódoltság területéről, 50 fürdőről van körülbelül írott forrásokban adat, és ezek közül 10-et ismerünk régészetileg, tehát hogy egyáltalán hol volt, hogy nézhetett ki. Tolna a 7. helyszín az országban, ahol ilyen jellegű építmény előbukkant. Egy újfajta látványosságot jelentett Tolna városának a 16. századi török fürdő, ami nem csak itt, hanem a környéken sincs sehol.